információs műsora. Minden hétfőn, szerdán, pénteken 19 órától. A város híreivel, eseményeivel. Február 6-án pénteken Önök a Városi Televízió Pécs Ma című műsorát látják. Jó estét kívánok! Röviden néhány hír és esemény városunk életéből, híradónk ma esti témáiból, melyből megtudhatják, hogy vajon jó fele megye az északi elkerülő út, s hogy vérből sohasem elég, s azt is, hogy még mindig keresik a leendő pécsi hangversenyterem helyét. Hosszú évek óta megoldatlan kérdés a várost északról elkerülő út építése. Az Ágoston tér Ifjúság út Szántó Kovács János út nyomvonalon tervezett háromsávos út előkészületei munkálatai az Ágoston téren már megkezdődtek, azonban a feltárt középkori templomromok miatt leálltak. Most újabb problémák vetődtek fel, ezúttal az Ifjúság úti szakaszon. Az út első tervei 1986-ban készültek el. 8 évvel később módosították az elképzelést, az útvonal továbbra is változatlan maradt, de az eredeti 22 méteres útszélességet 16 méterre csökkentették. A Pécsi Orvostudományi Egyetem főként az épülő szívcentrum kapcsán aggályainak adott hangot. Az egyetemnek kötelessége volt bejelenteni a városvezetősége számára, hogy az új épülő szívcentrum mellett tulajdonképpen 2 méterrel egy nagyforgalmú városi közút a porazajártalommal és a higiénés szennyeződésnek a lehetőségével ez elképzelhetetlen. A Pécsi Önkormányzat Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda vezetője hasonlóan vélekedik a kérdésről. Ez az intézmény ezt a forgalmat úgy tűnik, hogy nehezen fogja elviselni. A város várhatóan a közlekedési, Városfejlesztési Bizottság is napokon belül tárgyalni fogja ezt a kérdést. Előre bocsátkozítem, jóslatokban nem szeretnék, hogy milyen lehetőségek lennének. De hogy az alkalmazandó forgalomtechnikai zajcsökkentő megoldások elegendőek lesznek-e a zaj és más szennyeződések mérsékléséhez, az még kérdés. Erről és a téma kapcsán más felmerülő kérdésekről a bizottság szintén tárgyal majd. Bár a bűncselekmények száma összességében nőtt Baranyában az elmúlt évben, a lopások, rablások, súlyos testi sértések esetében némi csökkenés jellemző. Hangzott el tegnap délelőtt a megyei rendőrkapitányság szokásos évértékelő ülésén. 1997-ben a rendőrség szervezetében is megkezdődtek a korszerűsítések és bizonyos területeken az átalakítások. Kismértékben nőtt a hivatásos állományba lépők száma, és az elhasználódott járműpark felfrissítése is folyamatos. Ez a javuló tendencia azonban nem jellemző a lőfegyverrel, lőszerrel való visszaélésekre, és sajnos jelentős mértékben nőtt a kábítószer birtoklása megyében, melyet a tavaly nagy mennyiségű hasis, kokain, indiai kender és extázi tabletták lefoglalása is mutat. A megyei rendőrfőkapitány a sajtótájékoztatón elsősorban a rendőri munka szolgáltató jellegének erősödését emelte ki. Lakosságunkban már súlyosan sértő bűncselekmények száma nem növekedett. Csökkent a rablások száma, csökkent a betöréses lopások száma mindegy 4%-kal. A kiemelt bűncselekményeknél így a betöréses lopások, az ellopott személygépkocsik, a rablások és a nemi erőszakok esetében csökkenés tapasztalható. És ez a javulás jellemző az ittas vezetések és a balesetek csökkenésére is. Emelkedett viszont a gazdasági bűncselekmények és az emberölések száma. És mindezeket figyelembe véve, mire számíthatunk az idén? Ténylegesen az, hogy megfelelően a lakosság elvárásának tudjunk reagálni az eseményekre, illetve legyünk ott, hogy érezzék azt a biztonságot, amit nyújtani szeretnénk számukra. Az elmúlt évi 90 ezer helyett Baranyában idén 112,5 ezer adózó postaládájába dobták be az adóbevallásokhoz szükséges nyomtatványokat. Vannak, akik személyesen szerzik be a csomagokat. Sokan cserélni szeretnének, mert hibáztak a kitöltésnél, illetve eleve nyomdahibás volt a csomag. Az APEC ügyfélszolgálati irodájába azonban többen hiába mentek. Csomag éppen nem volt. Az adó és pénzügyi ellenőrzési hivatal illetékesétől megtudtuk, hogy bár voltak ilyen esetek, azonban nem ez volt a jellemző. Az esetek döntő többségében akkor fordult elő fennakadás, ha egy cég vagy könyvelői iroda 50-100 egységcsomagot kívánt elvinni.
Valóban nagyon szűkös készletekkel rendelkeztünk egészen a tegnapi napig, így akik személyesen megkerestek bennünket, maximum 3 garnitúra bevallást kaphattak tőlünk, nem volt több. Gyakorlatilag a nagyobb készlet az megérkezett az igazgatóságra, és most már az esetleges szervezeti formában működő adózók esetén, könyvelőirodák, munkahelyi központok esetén több százat és több ezret is tudunk adni. Így vélhetőleg a hivatal hibájából eredően nem lesz akadálya annak, hogy az adóbevallások határidőre, azaz február 15-éig és március 20-áig megérkezzenek az APEH Baranya megyei igazgatóságához. Embertársainkon a rászorultakon való segítésnek több formája is van. Akad olyan is, amely nem jár anyagi áldozattal. Egy ilyen hosszú távú akcióhoz csatlakoztak tegnap a sajtó, a reklámszakma, a kommunikációs ügynökségek munkatársai és a köztisztviselők. Hát kérem, már megint a média vérét szívják. Persze ebben az esetben nem képletesen értve, hiszen csak is az önként vállalkozók vérét veszik. A mai a sajtóban és a reklámszakmában dolgozók részére meghirdetett véradás csak egy része annak a fél éves akciónak, melyet a Baranya megyei Vértranszfúziós Intézetben keletkezett vérhiány pótlására szerveztek. Már az utóbbi években növekedett a véradók száma, mégis a vérhiány miatt már műtétek elhalasztására is szükség volt. Egy biztos, a mostani felhívás, amit gyakorlatilag valamennyi médián keresztül történik, az korábbi tapasztalatunkkal megegyezem, mindig nagyon jót tesz az emberek figyelmét, ráirányítja erre a problémára. Azért volt erre szükség talán, és azért segít nekünk különös módon, hiszen a múlt év végén olyan mértékű igénynövekedést kellett kielégítenünk, aminek hatására az átlagosnál sokkal több éradót hívtunk be és mozgosítottuk. Milyennek a mai napnak a tapasztalata? Hányan jöttek el a médiákhoz? Rendkívüli módon örülök, ugyanis 68 jelentkező volt, ebből most már nagyon sokan le is adták a vért részben, Baranya néhány kisebb településéről toboroztunk, és a média véradás keretén belül közel 40-en adtak eddig vért. Szóval, tisztelt kollégák, köszönjük, de természetesen várják a további felajánlásokat is. A Közgyűlés Kulturális Bizottsága ma délelőtti ülésén ismét napirendre kerültek a hangverseny létesítésével kapcsolatos feladatok és dilemmák. Ahogy dr. Újvári Jenő alpolgármester úr fogalmazott, Pécset már 185 éve téma egy korszerű hangversenyterem megvalósítása. A megoldás szervesen kapcsolódik a pécsi mozik hasznosításának távlati terveihez. Mint leendő koncertterem szóba jöhet az 1912-ben épült Apolló mozi. Gond vele, hogy az átépítés után az építés szakértő szerint maximum 400 fő befogadására lenne alkalmas. Ez pedig kevés. Másik lehetőség a jelenlegi partmozi lenne. Ez esetben azonban átalakíthatóság és a befogadó képesség szempontjából további vizsgálatokat kért a bizottság. Minden esetre még ebben a ciklusban olyan állapotba kívánják hozni a hangversenyterem ügyét, mely a későbbi önkormányzat számára is visszafordíthatatlan. A jelenlegi bizonytalanság az oka annak is, hogy úgy gondolják, a pécsi mozik bérleti szerződéseit csak rövid távra, maximum 1-2 évre szabad meghosszabbítani a jelenlegi bérlővel. A kulturális ágazat költségvetéséről szóló előterjesztésből pontos adatok még nem idézhetők, eddig csak a többletigényeket nézték át. Idén is várhatóan 30 millió forint jut majd a különböző kulturális alapokhoz benyújtott kérelmek támogatására. A mai nemzedék számára nincsenek olyan nyitott közösségi szinterek, ahol a gondolatait meg tudja osztani másokkal. A hiány pótlására, a hagyományos polgári értékek megőrzésére jött létre a Klimo György Társaság. Tegnapi vendégük a Civil Közösségek Házában Márton András színművész volt. 1997 tavaszán alakult a Klimo György Társaság jeles pécsi személyiségek összefogásával, és elsősorban abból a célból, hogy a hagyományos Pécsre jellemző tradicionális értékek megőrzése és teret kapjon ebben a városban, hiszen tapasztalatunk szerint egy város csak akkor tudja tovább örökíteni a kultúráját, ha a gyökereket is meg tudja őrizni, és át tudja menteni a saját és az őt követő nemzedéke számára. A társaság vendége volt már zenepedagógus, lelkész, helytörténész. Tegnapi találkozójukra egy olyan színművészt invitáltak, aki mindössze egy éve választotta otthonául Pécset.
Márton András előadásának a Színház az egész világ címet adta. Arról szeretnék beszélni, hogy ennek gyakorlatilag, ennek valójában nincs pejoratív értelme. A komédia, a játszás, a játék legmélyebb értelméről szeretnék én beszélni, és arról a nagyon erős fegyverről, amit az ember kezébe ad, amit az ember a kezébe vehet, ha tudja, hogy a játékot csak hittel, tökéletes meggyőződésből lehet csinálni. Pont ennek a pejoratív értelemnek szeretnék itten adat üzenni. A Klimó György Társaság legközelebbi összejövetelén Gáspár Gabriella és Németh Zsolt szociológusokkal találkozhatnak az érdeklődők. A Közelítés galériában hétfőig láthatók Hegyi Csaba festőművész alkotásai, melyek a sűrített paradicsom elnevezést viselik. Hegyi Csaba, mesteriskolás képzőművész meglehetősen sajátos alkotásaiban rendezett önálló kiállítását, a művész maga nyitotta meg a Közelítés, vagyis a Fiatal Tehetségek galériájában. Annyit elhangzott a megnyitó beszédedet, és rengeteg humorral szőtted át. Ez a humor az alkotásaidban is fellelhető? Én nagyon remélem, hogy fellelhető bennük. Szándékom szerint természetesen igen, mindenképpen benne kell, hogy legyen. És egyébként is az hogy az ember így a tárgyakhoz megpróbál valamilyen érzéki módon viszonyulni, ez már eleve humorosnak tűnik a számomra. Arról nem is beszél, hogy ennek nagyon komoly hagyománya van, ami segíti az embert, és bíztatja is ahhoz, hogy ilyesmivel foglalkozik. A mai napon Isten ajándékait, a Dórákat és a Dorottyákat köszönhetjük, de velük együtt az Amandákat és bármilyen furcsa is a létező nevű ajándékokat. Február 6-a a népszerű köztiszteletben álló emberek napja. A ma születettekre jellemző a szeretetészség, akiknek minden vágyuk és cselekedetük a népszerűségre irányul. Általában boldognak, elégedetnek látszó emberek. És most híreink röviden. A januári nagy havazás jelentős károkat okozott a Mecsek erdőállományában. Az eddigi felmérések szerint a Mecseken mintegy 12 000 köbméter fa kidőlt és összetört, amikből csak 70 hely környékére 4-5 000 köbméter fa kár jutott. A további károk felmérése folyamatban van, de csak áprilisban várható végeredmény. Megjelent a Mecsek Egyesület évkönyve, amellyel egy 54 éves hagyományt újítanak fel. Az 1993-97-es évek egyesületi eseményeit tartalmazó könyvet a Baranya megyei Természetbarát Szövetség adta ki Baronek Jenő szerkesztésében. A Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Zeneiskola és Gimnázium felvételi meghallgatást és beszélgetést tart a Hunyadi úti iskolában február 10-én, 11-én és 9-től 12 óráig, valamint 14-től 17 óráig, 12-én pedig 15-től 17 óráig. Felsőbb osztályokba is lehet jelentkezni. További felvilágosítást a 315-804-es telefonszámon kaphatnak az érdeklődők. Kós Lajos bábművész mintegy 90 bábjából nyílt kiállítás Budapesten a Pécsi Magyar-Orosz Társaság szervezésében, az Orosz Kultúra Házában. A kiállítás február 14-éig tekinthető meg. A Dédász által az óvodások részére meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésére február 7-én 11 órakor kerül sor a Parti Galériában. A Pécsi Közterület Felügyelet február 5-éről 6-ára virradó éjszaka lakossági kérésre messzesen és környékén tartott ellenőrzőrjáratokat, mivel a bejelentés szerint rendkívül sok kóborkutya kószál-e városrészben. S végül néhány figyelemfelkeltő cím és írás a vasárnapi Dunántúli Napló tartalmából. Rongált mohácsi lakások. Valaha vármegyeháza volt, ma már ablaka ajtaja sincs, mivel ellopták. Mohácson az elharapózó lakásrongálások ismét felvetik a bérlők által fizetendő kaució jelentőségét. Bajai tévénézők petíciója. A frissen alakult Bajai Nézők Tanácsa tiltakozik a városi televízió elkótya betyélése ellen, mert nem csak a megemelt kábeltévés díjak miatt háborognak ezúttal. Anyaszállás nélkül. Pécsett 1997. augusztusában zárt be az anyaszállás, pedig a férőhelyen többnyire 15-en szorongtak, tehát igény lenne. Kaposvárok most tervezik, hogy nyitnak egy krízismenhelyet anyáknak. Mindenről tehát a vasárnapi Dunántúli Naplóban olvashatnak. Kedves nézőink, Önök a Városi Televízió híradójának pénteki kiadását látták. Szerkesztőségünk új hírekkel, friss információkkal legközelebb hétfőn este 7 órakor jelentkezik. Rövid előzetes a tervezett tartalomból. Pécsett is tesztelik az egyetemisták csipkártyáját. Lassan megkezdődnek a felvételik és a beiskolázás. Még mindig tart a farsan. Hétfőn újra várom Önöket a képernyők elé. Köszönjük figyelmüket. Viszontlátásra!